my spiritual. You're not my future. You're not my soulmate. But I'm still glad that I meet you. You're not my spiritual. You're not my future. You're not my soulmate. But I'm still glad that I meet you. 2019-ben Debrecenben rendezték a 3x3-as női kosárlabda Európa-bajnokságot, amely a helyi születésű Megyesi Dóri számára rendkívül különleges élmény volt. Már szóltam tényleg a szervezőknek, hogy lehet kicsi lesz a lelátó. Hál' Istennek tényleg Londontól elkezdve mindenhonnan hazajönnek a barátaim, hogy szurkoljanak nekem, a szüleim és tényleg mindenki. Nagyon-nagyon jó érzés. Hát én nagyon izgulok, én egész éjszaka nem aludtam, úgyhogy szerintem én jobban izgulok, mint a Dóri. Dóri, és persze a magyar csapat miatt jöttem. Szeretném, hogy nyerjenek, hiszen hazai pályán játszanak és jó formában vannak. Bármikor történhetnek csodák. Azt gondolom, hogy az Európa-bajnokság mindig egy kicsit keményebb, itt azért tényleg minden csapat nagyon-nagyon erős és nagyon felkészült, de a hazai pálya nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért mellettünk szól. A streetball sokban különbözik a hagyományos kosárlabdától. Kevesebben vagyunk és csak félpályán játszunk, szerintem egész hamar hozzászoktam. Bizonyítottam magamnak és remélem át tudom ültetni a streetball harcosságát az 5-5 elleni játékomba is. Szájsa Góri és Megyesi Dóra jól megértik egymást a pályán, ez az összhang pedig egyre jobb lesz, mivel a 2019-2020-as szezontól a 3x3-as válogatott mellett a DVTK-ban is csapattársak lesznek. Én azt gondolom, hogy ott folytattuk, ahol elkezdtük, találni az első pillanattól kezdve, amikor először együtt játszottunk, éreztük, hogy nem lesz nehéz összeszoknunk. Ez a 3x3 csak rásegít bennünket. És azt gondolom, hogy ez az eltöltött egy hét együtt már Diósgyőrbe, ezért mindenképpen megadta az alaphangot, szóval nem hiszem, hogy egymásra kell néznünk ahhoz, hogy megfogja a labdáimat. A válogatottban együtt játszunk, így automatikusan megvolt köztünk az összhang. Az én szememben ő a legjobb irányító, akit valaha láttam, szóval ha összeáll valakivel, aki olyan atletikus és jó keze van, mint nekem, az a legjobb kombináció. Remélem megmutatjuk, hogy milyen jók vagyunk 3-3-ban, és utána persze 5-5-ben is. Tudom, hogy felkészültek és mindent tudnak, hiszen ők a legjobbak ebben a műfajban. Nincs szükségük tanácsra tőlem. A Debrecen felirat tényleg a szívemhez szól, hiszen ugye ide valósi vagyok. Hát óriási érzés volt, amikor kifutok a pályára, és akárhova nézek, mindenhol ismerős barát, és tényleg szívből szurkol nekünk. Óriási hangulat volt, tényleg szenzációs itt játszani, és hál' Istennek olyankor sikerült bedobnunk olyan 3 pontosokat, amikkel megfordítottuk a meccset. Éreztem bennünk egy kis feszültséget, kicsit nehezen kezdtünk, olyan dobások maradtak, olyan hibákat vétettünk, ami nem fért bele, de hál' Istennek olyan közönség gyűlt össze, hogy nem tudtunk ma kikapni. A csapattársaim remek munkát végeztek. Elég rossz meccsem volt, de a többieknek viszont jól ment a játék. A szurkolók rengeteget segítettek. Nagyon hálásak vagyunk Debrecennek és a diósgyőri szurkolóknak, akik eljöttek és végig támogattak minket. Remek hangulatot teremtettek, tűzbe hoztak minket. A negyeddöntőben a lányok szoros csatában 21-20-ra kikaptak a spanyoloktól, így a válogatottunk végül az 5. helyen zárta az Európa-bajnokságot.